Korábban beszámoltunk már arról, hogy Makóváros önkormányzata pályázatot nyújtott be a belügyminisztériumhoz bűnmegelőzési projekt megvalósítására. A 1,5 millió forintos sikeres pályázat eredményeként áprilistól a város és a térség településein élők önvédelmi képességét erősítő műsorok, előadások és rendőrségi bemutatók, valamint képzések kerültek megrendezésre. Legközelebb most hétvégén a Fürdőfesztiválon, majd pedig augusztus 26-án a Szent István téri napon tartanak ilyen programot. Fontos megjegyezni, hogy ezt inkább a fiataloknak és az időseknek készítjük ezeket a programokat, hiszen ők a legveszélyeztetebb korosztály. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy hogyan tudják elkerülni azokat a helyzeteket, amelyekben áldozatok lehetnek bűncselekmények kapcsán. Az interaktív beszélgetések mellett a város honlapján is létrehoztak egy oldalt bűnmegelőzési program Makón címmel. Ennek célja, hogy a prevenció eljuttatása közvetlenül a lakosság otthonában történjen. Illetve ezzel is lehetőség nyílik a naprakész információk megosztására, a gyors és egyszerű tájékozódásra, valamint a szerzett információk elméleti tesztelésére is. A kérdések azok nem nehezek. Szinte próbálom a napi életből összeállítani ezeket a kérdéseket. Van, amikor egyik kérdés utal a másikra, és azért erre mindig nagyon látom a gyerekeken is, meg az idősekben is, hogy nagyon boldogok, mikor rájönnek, hogy hoppá, ez kapcsolódik, és hát remélem, hogy ezáltal ugye jobban bennük is megmarad. Emellett az is nagyon fontos, hogy aki részt vesz egy-egy ilyen eseményen, és jól válaszol a kérdésekre, értékes nyereményekben részesülhet. Aki pedig a makó.hu aloldalán található 13+1 kérdéses tesztsort helyesen tölti ki, a programsorozat záró rendezvényén akár a fődíjat is megnyerheti.